Na, gyerünk, gyerünk, a Milfut Kupa nyílt atlétikai versenyen a legkisebbektől kezdve a felnőtt versenyzőkig vettek részt, és kaptak ezáltal olyan információkat saját teljesítményükről és fejlődésükről, ami nélkül igazán nem lehet előre jutni. Közel 400 indulóval az U12-es korosztálytól a felnőttekig, Budapesttől egészen Kiskunhalasig, Kaposvár és a környékben egyesületek versenyzői vannak itt. Nagyon örvendetes, hogy a 12 éves korosztályban nagyon nagy létszámmal indultak az egyesületek. Igyekeztünk jó színvonalon megcsinálni a versenyt. Itt a kollégáim, ahogy mondták, a maga létesítmény rendkívül színvonalas. A kupán a hazai pálya azért meghozta az előnyét, meg annyi remek eredmény született a bonyhádi sportolóktól. A többi korosztályban is, a U14, U16-ban a Hornok Enikő tanárnő, a Bordás Díja kolléganőnek a tanítványai, aztán az enyémek is, ők a U18-asok ifjúsági junior korosztályban versenyeznek. Jó lehetőség nekik felmérni a országos bajnokság előtt, hogy hogy állunk a felkészülésben. Nagyon nehéz, ugye az előkészület az több napot vesz igényben. Szerencsére van egy olyan versenybírói gárda, aki ebben partner, és régi atléták, szülők csatlakoztak hozzánk, és a pálya felépítésében, a verseny lebonyolításában nagy segítséget adnak. Természetesen megfelelő végzettségű versenybírók is szükségesek hozzá, ez egy előírás. Ez is van a csapatunkban, de ki kellett egészíteni környékbeli versenybírókkal. Én úgy gondolom, hogy egy jó színvonalú versenyen veszünk ma részt. Máté Patrik a bonyhádi csapat egyik legtehetségesebb atlétája, hiszen többszörös országos bajnokként érkezett, ugyanakkor erről a megmérettetésről vegyes érzelmekkel telve távozhatott. 80 méter és távolugrás. 80 méterben első lettem, távolugrás abszolút pedig azt hiszem hatodik. 80 méterem 9.70 lett, és a távolugrás 5.39. Sokat készültek erre az alkalomra, kicsit csalódott, hogy nem sikerült olyan eredményt elérnie, amit igazán szeretett volna. Nem sikerült egyéni csúcs, a 80 méterrel elégedett vagyok, de a távolugrás most nem sikerült. De az egy jó eredmény, az 5.39. Az égiek sem voltak túl odaadóak, hiszen hosszabb szünetet kellett tartani a nagy eső miatt, de azért ez sem vette kedvét sem a szurkolóknak, sem a sportolóknak.